A péntek este, akkor péntek 9. Jó estét kívánok, Gajdi Csótó nevében is üdvözlöm Önöket. Ahogyan megszokhatták, ma két vendégünk lesz a műsorban, a terítéken nemzetközi kapcsolatokról, illetve magyar belpolitikáról szóló kérdések. Üdvözlöm a stúdióban Juhász Hajnalka, országgyűlési képviselőt, a Külügyi Bizottság alelnökét, kezét csókolom. Ebben a minőségében hívtuk meg, de muszáj kiegészítenem, hogy Ön egyúttal a Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak miniszteri biztosa is. Azért hangsúlyozom ezt, mert lehet, hogy fel kellene oldanunk a beszélgetés elején ezt a kicsit bonyolult titulust. Decemberben fogadta el a Magyar Parlament ezt a törvényt, ami azt gondolom, hogy Magyarország humanitárius segítségnyújtását foglalja össze, és ennek az egyik legnagyobb és legfontosabb mondani valója az, hogy egy olyan migrációs válsággal nézünk szemben, amelyre szükséges egy olyan válasz, amelyet a magyar kormány kezdeményezett, ami a helyben való segítést, a Hungary Helps Magyarország segít gondolkodásmódból indult ki, és ez egy olyan fajta humanitárius irány, amely, ahogy a miniszterelnök is mondta, ez a miniszterelnök úr is mondta, egy olyan magyar modell, amivel szeretnénk egy egyedi, de hatékony megoldást arra találni, hogy hogyan előzhető meg a migráció. Ezt, ha jól értem, akkor annak a politikai megfogalmazása, annak az elvnek, hogy a segítséget kell odavinni, nem pedig a problémát idehozni. Így van, ebből indultunk ki, mert látjuk azt, hogy az Európai Unióban egy nagyon komoly identitásválság van, és hogyha erre az Európai Unióra, ahogyan a Migrációkutató Intézet is az elmúlt napokban közölt a legutóbbi kutatását, egy olyan migrációs forrás övezetből jövő hatalmas néptömeg indul el, aminek nem tudunk a jelenlegi elképzelések szerint egy megfelelő humanitáriust választ adni, akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek, és ezért pont azt gondolom büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország az Európai Uniós tagállam, amely egy önálló államtitkársággal rendelkezik, amely az üldözött keresztények megsegítéséért felel, és ezért a humanitárius segítségnyújtási programért, a Hungary Helpsért. Régi pártállami beidegződés szerintem egy egész nemzedékben, vagy talán több nemzedékben is, hogy valahogy az rossz, hogyha mi mondjuk Nicaraguában kórházat építünk. Ugye emlékszünk ilyen típusú hírekre még annak idején 80-as évekből. Nem félő, hogy itt most erről van szó, hogy amikor a magyar állam mondjuk a Közel-Keleten, Irakban, máshol szerepet vállal, Szíriában, akkor egy kicsit újra belelépünk ebbe a folyóba, hogy egy nagyon-nagyon távoli konfliktus, nagyon távoli országoknak az ügyeiben próbálunk mi rendet tenni. Hagy kapcsoljam ide azt, hogy az elmúlt napokban írta alá a magyar kormány és az Amerikai Egyesült Államok azt az együttműködési megállapodást, amely kifejezetten a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozik. Ez annak a nagyon fontos jele, hogy olyan kezdeményezést indítottunk el, ami Amerika számára is egy olyan hatékony megoldást jelenthet, és hagy kapcsoljam ide azt is, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztési együttműködés a nemzetközi gyakorlatban, a nemzetközi jogban, ez már régóta együtt mozog. És ezt a kettőt olyan kontextusban kell látni, hogy amikor egy ország megjelenik egy humanitárius segítségnyújtással egy adott területen, egyenes Szíria, Irak, Libanon, és ehhez kapcsolódik, ezzel párhuzamosan vagy egymást követve egy nemzetközi fejlesztési együttműködés, az egy nagyon komoly gazdasági potenciál is az adott országban. Például itt van a víztisztaság kérdése, vagy a vízkészlet megőrzése az afrikai területeken, és ez a jövő problémája, migrálni fognak, és sok olyan terület van az afrikai országokban, ahol keresztények élnek, hogyha nem lesz víz, és nem csak az a probléma, hogy mondjuk vízhiány van, hanem a vízkészlet megőrzése. És itt például azt gondolom, hogy Magyarország büszke lehet arra, hogy milyen nagy szakemberei vannak a vízgazdálkodás magyar terén. Cégeket is érint egyébként egy-egy ilyen fejlesztés, mert például emlékszem, hogy annak idején az iraki megszállás, amerikai megszállás után ígéret volt, egy ideig lebegtették, hogy a szövetségesek is részesülhetnek az újjáépítésből. Aztán az amerikai hadipar egy kicsit másként gondolta, de kérdés az, hogy egy-egy ilyen fejlesztési csomagban, egy-egy ilyen segítségnyújtásban a magyar cégek is jól járnak? Én azt gondolom, hogy ez a cél, ez egy nagyon fontos cél, amiről szintén beszélni kell, azon kívül, hogy egy hathatós és hatékony választ ad a migrációs megelőzésre. Ez lesz az, ami a másik területe lehet a jövőben a humanitárius segítségnyújtásnak, és a nemzetközi fejlesztési együttműködésnek ez egy nagyon fontos célkütőzése. És azt gondolom, hogy vannak olyan gyakorlati példák, amit már a program el is ért, amiről érdemes beszélni, mert ugye a cél
az a szülőföldön maradás, hogy helyben segítsük a közösségeket, és ebben egyedi ez az egész kezdeményezés, és valóban egyedi, mert a multilaterális együttműködésekben elvész mindig a közösség és az adományozók közti közvetlen kapcsolat. De a magyar állam azt mondta, a magyar kormány azt mondta, hogy mi a helyi közösségek egyházi vezetőivel vesszük fel a kapcsolatot, és ahogy államtitkár úr is mondta azt be, hogy Trisztán, ne vigyünk oda konzervet, ahova gyógyszer kell. Tehát a helyi szükségleteknek a megtalálása és az arra való hiteles válasz a legfontosabb. És például Irakban, Tel Aszkubban a magyar kormány, a magyar állam támogatásával 1300 lakóházat újítottunk fel, és ezren vissza is költöztek. Tehát amit nagyon fontos látni, és nagyon kell tudatosítani, hogy az ott élő közösségek tradicionálisan gondolkodnak, hogyha az iskola, a kórház, az árvaház, a templom rendben van, ők nem szeretnének eljönni onnan. És ez az egyik legfontosabb üzenete a szülőföldön maradásnak a segítése és a migráció megelőzésére adott válasz, ami célja ennek a programnak. És hogyan lehet ezt a gyakorlatban itthonról szervezni? Mi az ön konkrét feladata? Hogyan épül ez fel a gyakorlatban ez a munka? Az én feladatom az államtitkárság munkájának a segítésére, és kifejezetten az én területem az a nemzetközi kapcsolatoknak a fejlesztése lesz, és gyakorlatilag itt a feladat az Európa tanáccsal való kapcsolat kialakítása, egy vízió, hogy hogyan képzeljük el ennek a programnak a tovább építését, nyilván az Európai Parlament, és nyilván az ENSZ. És ami az én munkámhoz kapcsolódni fog, ahogyan a migráció kérdésében a V4-ek együtt gondolkodtak, nagyon fontos lenne, hogy a humanitárius segítségnyújtásban, és ezen az értékalapú gondolkodáson tovább tudnánk menni, és egy humanitárius stratégiai együttműködés lenne Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország között, és a kérdésre visszatérve pedig ez úgy működik, amelyet az államtitkár úr vezette ezen az államtitkárságon, az üldözött keresztények megsegítésért, felelős államtitkárságon, hogy a helyi közösségek vezetőivel veszük mindig fel az adott országban, az adott területen a kapcsolatot, és ott van egy közvetlen kapcsolat a helyi közösség vezetője és az államtitkárság kollégái között. Így van egy nagyon megbízható forrásunk, hogy ott mik a problémák, mik a kihívások, mert Szíria, Irak, Libanon, Egyiptom eltérőek, és mások az afrikai országoknak a kihívásai. Ha csak Irakot, Libanont és Szíriát nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években gyökeresen megváltozott a keresztények helyzete. Olyan népvándorlás indult el, amely alaposan elapasztotta a keresztények számát. Az iraki keresztény közösségek a töredékére estek vissza, a Libanonból nagyon sok keresztény elköltözik, mert szíriai menekültek érkeztek, muszlim menekültek az országba, és a valamikor virágzó szíriai keresztény közösségek is nagyon nagy bajban vannak. A kérdés az, hogy nem későn lépünk, nem lehet az, hogy és egyáltalán hogyan lehet újra helyzetbe hozni azokat a keresztény közösségeket, amelyeknek jó része az értelmiségi, a papi réteg már elhagyta az országot. Utoljára, hogy el vagyunk-e késve, vagy nem, a II. János Pál pápa halála előtt 2 évvel próbálkozott azzal 2003-ban, hogy legyen egy közös alkotmányunk, és abban a keresztény kultúra foglaltassék benne. Sem a keresztény kultúra nem foglaltatott benne, nem jött létre egy közös alkotmány, tehát az, hogy mennyire vagyunk a 24. órában, valóban abban vagyunk, és az, hogy a nemzetközi szervezeteknek a hangját kellene sokkal jobban abban hallanunk, hogy a kereszténység a 21. században a legüldözöttebb vallássá vált a Közel-Keleten azok az országok, amikről most beszéltünk, ez a legnagyobb kihívás, drasztikusan csökken a számuk. Ez igaz Szíriában, Irakban, Libanonban, és ezzel kell szembesülnünk. A ninivei fennsík, a keresztény őskultúra területéről eltűnnek a keresztény közösségek. És ahogy ezt már többször is hangsúlyoztam, azért nagyon fontos dolog ez, hogy megértsük a helyben való segítésnek a fontosságát. Mert amikor egy kórházat felújítunk, akkor azt kvázi nem csak a keresztény, üldözött keresztények használják, hanem a többi üldözött és az ott élő területen élő ember is. Tehát ez gyakorlatilag a vallásközi párbeszédet, a közösségek helyben való maradását segíti, ezért hinnünk kell abban, hogy ez nem lehet a 24. óra, és az nagyon-nagyon fontos és fegyvertényező, hogy ebben Magyarországnak hangja van. És az elmúlt évben nem csak az Amerikai Egyesült Államokkal, hanem Lengyelországgal is sikerült egy együttműködési megállapodást kialakítanunk, és reméljük, hogy stratégiai partnereink bővülni fognak, mert ezt a fajta küldetést és missziót azt gondolom, hogy a magyar állam felvállalta, és ezért harcolnunk kell még akkor is, hogyha 24. órában vagyunk. Ön tett már említést arról, hogy maga Európa is identitását veszíti folyamatosan, és különösképpen
megszabadult, különösen a nyugati fele a keresztény múltjától, egyetlen mozdulattal. Ön dolgozott ott kint az Unióban. Hogyan látja ennek a gondolatnak, a helyben való segítésnek, a keresztények megsegítésének, megvédésének? Van-e kellő erejű, kellő számú képviselője abban a sokat átkozott uniós apparátusban? Utoljára az Európa Tanács 2011-ben foglalkozott az üldözött keresztények megsegítésével a Közel-Keleten egy jelentés formájában. Én végignéztem szisztematikusan, hogy kik voltak azok a képviselők, akik erre igennel, nemmel vagy tartózkodással szavaztak. A képviselőknek egy jó része már nincs olyan az Európa Tanácsban, de azt gondolom, hogy az, hogy van egy ilyen jelentés, és eltelt azóta, most már 2019-et írunk, tehát egy hosszú-hosszú időszak, az mégiscsak egy alapot ad arra, hogy ezt a témát lehetőség szerint újból vissza tudjuk vinni az Európa Tanácsba, és nekünk, képviselőknek, akik ott a magyar delegáció tagjai vagyunk, ez nagyon fontos feladat, nehéz terep, és ebben is teljesen egyetértünk. Én azt gondolom, hogy tudatos munkával, tudatosítással, a hangunk hallatásával, az ottani felszólalásokkal egy nagyon komoly feladatot kell betölteni, és amit ehhez mondanék még kiegészítésként, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy felkészült képviselők legyünk. Tehát én ebben végtelenül hiszek nemzetközi jogászként, mert úgy tudunk szövetségeseket is találni az elkötelezettségünk kívül, hogyha mátrixszerűen látjuk, hogy ezek a nemzetközi szervezetek hogyan gondolkodnak. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek, és mindent meg fogok azért tenni, hogy 2019-ben az Európa Tanács ezt újból a napirendjére vehessen, mert azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos kérdés. Egyetlen mondat erejéig térjünk már vissza még a V4-es együttműködésre. Ott a keresztény üldözés értékelésében, illetve a keresztények segítésében ugyanúgy konszenzus van, mint mondjuk a migráció kérdésében? Lengyelország tekintetében ez teljesen egyértelmű. És a szlovákok is úgy látjuk, hogy hasonlóan gondolkodnak, és ők is nyitottak arra, hogy közösen gondolkodjunk. Az üldözött keresztények megsegítésében azt gondolom, a csehek is remélhetőleg partnereink lesznek. Ez az én nagyon komoly feladatom lesz, hogy összetudjam ezeket az elképzeléseket hangolni, és az üldözött keresztények megsegítése mellett, vagy abban egy nagyobb körben gondolkodva, a humanitárius segítségnyújtás az, mert ugye a törvény is nagyon okosan és értelmesen szabályozza azt, hogy az üldözött keresztények megsegítésén túl valamennyi humanitárius segítségnyújtás, tehát a háborús övezetek, a katasztrófa övezetek, milyen fontos dolog lenne, és egy milyen erős szövetséget mutatna, hogyha a V4 megjelenne, és nyilván vannak további ambíciók is, hogy ezt hogyan képzeljük el. Tagadhatatlan, hogy a V4 országban van egy szerencsés politikai együttállás, azonos színű vagy azonos értékrendszerű kormányokról beszélünk, de vajon az uniós választásoknak milyen tétje van az üldözött keresztények szempontjából? Kik azok a politikai erők az Európai Unióban, akik az önök programja mögé állnak, és a képzeletbeli parlamenti patkó másik oldalán a liberális, zöld, szociáldemokrata képviselők vajon érzik ennek a súlyát úgy, ahogyan a néppárti képviselők zöme érzi? Több szempontból nagyon meghatározó lesz az európai parlamenti választás, erről már sokszor beszélgettünk. Egy új európai parlamenttel, egy új mentalitású bizottsággal azt gondolom, hogy sokkal több szövetségest fogunk tudni magunk mögé állítani, de hagyj emeljem ki, azt gondolom, hogy Olaszország, ahol egy nagyon látványos és gondolkodásban is nagyon hasonló és egymáshoz közeledő irányt vett fel, azt gondolom, hogy egy komoly lehetőség és komoly potenciál ebben. Mindenképpen meg kell azt várnunk, hogy a választások után kikkel és hogyan tudunk tárgyalni, de hát kiváló európai parlamenti képviselőink vannak, hogy emeljem ki a Hölvényi Györgyöt, akinek ez egy nagyon komoly szakterülete, és reményeink szerint ezt a munkát kint tudja folytatni, és közös terveket szőni ebben a dologban. Évekkel ezelőtt beszéltem egy református lelkész barátommal, aki azt mondta, hogy ma már nem fér ahhoz kétség, hogy Európa missziós terület keresztény szempontból. Ez a sajnálatos tény, hogy valamennyire ugye keresztény alapon álló, de hát nagyon sokszor ateista, keresztény ellenes mozgalmakat, nézőpontokat közvetítő Európában élünk. Ön szerint mi az, amit mi át tudunk adni az Irakban, Libanonban, Szíriában, Egyiptomban üldözött keresztényeknek? Valahol történelmi szempontból mi vagyunk a nagy testvérek, de közben ez a nagy testvér kicsit elfáradt és leült pihenni a sarokba. Mi az, amiben mi meg tudunk jeleníteni bármit, ami vonzóvá, értékessé teszi a keresztény kultúrkört? Ami a nagyon meghatározó mondat volt számomra, amit a közösségek vezetőinél hallottam, hogy nagyon sokat jelent a segítségünk.
de a legnagyobb érték az, hogy egyáltalán figyel valaki rájuk. Eddig ez teljesen elmaradt, és amit látunk, hogy az ő mély hitük, a kiszolgáltatottságban elmélyedt hitük nekünk is erőt ad. És erre azt hiszem, hogy még többet kapunk, mint amennyit adunk, mert ha belegondolunk, hogy ők a keresztény hitüket milyen kihívások között kell, hogy gyakorolják és megéljék, akkor ez számunkra példamutatás, nekik pedig az a gesztus, hogy végre valaki odafigyel, és ezt felvállalja, és ezt képviseli egy ilyen komoly kihívásokkal, és ahogyan beszéltünk is erről, identitással küzdő Európában, azt gondolom, hogy ezáltal mi is nagyon-nagyon-nagyon sokat kapunk, és végtelenül büszke vagyok arra, hogy egy olyan országban élek, és egy olyan kormánynak a tagja vagyok, amelynek az alaptörvénye is kimondja, hogy büszkék vagyunk az 1000 éves keresztény kultúránkra. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, ami predesztinál minket, és egy kötelezettség is egyben, hogy ezt a keresztény kultúrát hagyjuk az utódainkra. Azt ő hogyan éri meg, hogy azok, akik általunk egyszerűen csak migráns pártinak nevezhetők, de ők nem oda akarják vinni a segítséget, a migránsokat akarják idehozni pőre anyagi érdekből, mondjuk ki. Ők neveznek bennünket az európai értékek sárba tiprójának, ők neveznek bennünket olyan embereknek, akikben nincs szolidaritás. Ők mondják azt mi ránk, hogy bennünk nincs keresztény szeretet, amiért azt mondjuk, hogy mi szeretnénk, hogyha Magyarországban nem lenne bevándorló ország. Ön kereszténydemokrata, föltette az életét a keresztények megsegítésére. Mit tud válaszolni akkor, amikor még püspököt is találunk az ilyen megnyilvánulások szószólói között? Azt, hogy nagyon eltolódott a hangsúly, és hogyha az az emberi jog, hogy a migrációt támogassuk, akkor hol vannak például hármunknak az emberi jogai, aki mi azt szeretnénk, hogy a mi keresztény identitásunkat megőrizzük? Hol van az emberi jogok között az egyensúly? Ez tűnt el ebből az európai kultúrkörből, és nagyon-nagyon a 24. órában vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy mind a hármunknak is, akik a tévét nézik, vagy akik Magyarországon élnek, ugyanolyan emberi jogunk van ahhoz, hogy 20 év múlva, vagy 30 év múlva a mi városaink, a mi országunk, a mi oktatási rendszerünk, a mi gondolkodásmódunk maradjon olyan, ami ennek az országnak a lakosai szeretnénk. Ez a legfőbb üzenet, azt gondolom. Mi most a következő konkrétum? Mind dolgoznak? A stratégiai együttműködés kialakításán, és én január 20-ai héten a plenáris ülésen utazom már az Európa Tanácsba, mert most már ülésezik az Európa Tanács, és ott már elkezdem ezt az új miniszteri biztosi munkakörömnek a kvázi nem csak bemutatását, hanem annak a tovább gondolását, hogy mit tehetek az Európa Tanács 47 tagállamában, hogy ösztönözzem a többi képviselőt, hogy odafigyeljenek erre a témára. Beszélgetésünk elején szóba került az amerikai kapcsolat. Magyar Levente államtitkár úr nem régebben az Egyesült Államokban járt. Csak a helyzet az innen nézve, hogy az amerikai politikai vezetés egy kicsit olyan sokarcú jelenleg, van Trump elnök, van a State Department, ahol a fogalmazunk úgy, hogy a demokrata befolyás nem tört meg. Tehát, hogy mint hogyha több állam élne együtt az Egyesült Államokból, nekünk melyik Amerikai Egyesült Államok a partnerünk a keresztények megsegítésében? És ebben nincs irónia, kik azok az amerikaiak, vagy kik azok az amerikai kormánytisztviselők, akik Magyarország szerepét fontosnak tartják, és egyeztetnének velünk ebben a kérdésben? Én pragmatikus gondolkodása vagyok ilyen szempontból, tehát akik ezt az ügyet felkarolják, azt gondolom, hogy azok a stratégiai partnereink, és a Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, az USAID, amellyel aláírtuk a megállapodást, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fegyvertényező, ezzel a szervezettel kezdjük el a közös munkát, és ezért ezt hagyj kapcsoljam oda, hogy ez azért egy fontos fegyvertényező, mert mondjuk adott esetben, amit egy Amerikai Egyesült Államok támogat, az látva a nagy politikát, azért az Európai Uniós tagállamok gondolkodását is el fogja ebben indítani. És ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fel kell becsülni ennek az értékét, mert amikor elindult a program, akkor nyilván sokan mondták, hogy Magyarország, Hungary, Helps és egyáltalán. És az ember azt látja, amikor ilyen megállapodás létrejön, és jönnek az első eredmények,
akkor indul el igazán a program iránt az érdeklődés. Úgyhogy ez egy fontos olyan plusz érték, amit én adott esetben az Európa Tanácsban is már, amikor a programunkat elmondom és bemutatom, akkor már tudom azt hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok támogatja ezt a programot. És ahogy tegyem oda, hogy azért érdemes az Európa Tanáccsal foglalkozni, mert az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, de minden uniós tagállam az Európa Tanácsnak, tehát itt összekapcsolódik Brüsszel, összekapcsolódik Strasbourg, a nemzetközi szervezetek hatással vannak egymásra, tehát ezt mind a két irányra oda kell figyelni. Köszönjük szépen a beszélgetést Juhász Hajnalkának!